A KTL Duna Aszfalt férfi kosárlabda csapata múlt héten drámai végjátékban maradt alul a Körmend csapatával szemben. Most pénteken a Kecskemét hazai pályán fogadja a Sopron csapatát. Ellenfelünk a tabella 7. helyén áll, míg a híres városiak a 9-ek. A mérkőzés 18 órakor kezdődik a Messzi István sportcsarnokban. Női kosárlabda csapatunk a Kecskeméti KC a legutóbbi bajnoki fordulóban 11 ponttal maradt alul az Éllovas Sziget-Szent Miklóstól. A bajnokság 5. fordulójában is idegenben játszanak a kecskeméti lányok. Az Amatőr NB1 piros csoportjában az ELTE Beac együttesével mérkőznek vasárnap 19 órakor. A Hépröpke sem múlt héten vereséget szenvedett a Deac ellen idegenben. Szombaton már hazai pályán játszanak a röplabdás lányok. Az MB2 keleti csoport 5. fordulójában a Röpke a Békés Csaba gárdájával küzd. A találkozó 17 órakor kezdődik az Árpádvárosi tornacsarnokban. Egy órával később férfi röplabdásaink is pályára lépnek a Messzi István sportcsarnokban. Az NB1-es bajnokság B csoportjában szereplő Hép KRC az 5. fordulóban a tabella 2. helyén álló Finok Kaposvárral mérkőzik. A meccs szombaton 18 órakor lesz. A Kecskeméti NKS utóbbi 2 bajnoki meccsét győzelemmel zárta, így 7 ponttal a tabella 6. helyén állnak. A női kézilabda NB1B keleti csoport 7. fordulójában idegenben mérkőznek, a 11 ponttal az élen álló Gödies ellen. A találkozóra vasárnap 18 órakor kerül sor. Megye 2-es labdarúgóink hazai terepen játszanak a 13. fordulóban. A legutóbbi fordulóban mindkét kecskeméti klub döntetlent játszott ellenfelével. Az SC Hírösép jelenleg a tabella 3. helyén áll, a bajnokság 13. fordulójában a 12. helyen álló Helvéciával mérkőznek meg miénk vasárnap 13:30-kor a Műkertvárosi Sportcentrumban. Ezzel egy időben a tabella 5. helyén álló Kecskeméti AC a 6. helyezett Kiskunmajsát fogadja a Széktói Stadion műfüves pályáján.